Ebben a kísérletben vasáromjónokat fogunk kimutatni növényi hamuból. A kísérlethez szükségünk lesz növényi hamura, 2 darab üres kémcsőre, tölcsérre, kémcsőállványra, sósavra, káliumrodamidra, sárga vérlupsóra, cseppentőre, ollóra, valamint szűrőpapírra, és azért, mivel savval dolgozunk, ezért gumikesztyűre is. Fel is húzom a gumikesztyűt. Ebben az óraüveggel lefedett főzőpohárban sósav van. Azért töltöttem, hogy könnyebb legyen dolgozni. Növényi hamura öntöm. Heves gázfejlődést tapasztalunk. És még dolgozik a sósav a kémcsőben, addig redőszűrőt készítünk. Redőszűrőt akkor használunk, hogyha a szűrletre van szükségünk. Harmonika alakban kell összehajtogatni a szűrőpapírt. Kicsit levágok belőle. És leszűröm a oldatot. Jó, most megfelezem kémcsövek tartalmát. Az első kémcső tartalmához sárga vérlúgsót, vagyis kálium hexacianofárátot adok. És látszik, hogy kék színű lesz az oldat. Ezt a megjelenő színt nevezik úgy, hogy berlini kék. Második kémcső tartalmához pedig káliumrodamidot fogok csepegtetni. Másik neve kálium tiocianát. Gyönyörű, vörös színű anyag jelent meg a kémcsőben. Ezzel a két kísérlettel tudjuk bizonyítani, hogy a növényi hamu valóban tartalmazott vasáromjonokat. A kísérlet magyarázata, hogy a vasáromjonok a sósavval történt kezelés után vasáromklorid formájában voltak jelen, sárga vérlúgsóval berlini kéket kaptunk, káliumrodamiddal kezelve pedig vérvörös színű vasáromrodamid jelent meg az oldatban.